más mese. A többiek, ugye a másik oldalon pedig fel vannak készülve, Anglehold, Agraftól gyönyörű, aztán ott van a dupla, Agraf nagyon szépen csinálta. Hát igen, ott anyai repülről könnyen lőhető az a... Micsoda? Slain, hogy csinálod? És aztán a refrag. Azonban el tudja még lőni így is a játékos, aztán érkezik a Bucky, és egy double kill-t lő, és látja a harmadikat is. Na, Sukar leészel. Sukar megvan. Jön a resetre a csapattárs, megvan ez Agrafnak, és megvan a második is Agrafnak, ez még hatalmas lehet. De jól érzi, hogy melyik irányba induljon, és jól hallja azt, hogy hova megy le a diffuser, ezt pedig végig teszi Agraf nagyon rutinosan, ez pontosan így, Agraf az 1v3-mal! Ajajaj, azért vigyáznia kell, bent van közben Sighton neki hátba az est, viszont el tudja kapni, jön a C4 közben Ruszkitól, és a szintén betalál Ruszki. Csak egy 60 HP sem, ez után kétszer vagy háromszor is ellövi, hátba tudja lőni viszont a Buck Clash, úgyhogy 4v2-t alakít ki ezzel a Genesis Gaming. Esélyes a pontszerzés, bár a két legnagyobb klácsmester állott az ellenfélben, Headshot marad egyedül. Egészen mostanáig csak mondanom kellett, a Genesis pedig megtalálta a formáját is. Na nem feltétlenül úgy értve, hogy menjen be a defo és utána kapcsolja ki, hanem inkább úgy, hogy menjen be az ellenfél a site-ra, és ők menjenek vissza utánuk. Itt van a tripla ki Ruszkitól, Sala szedik a Genesis Gaming-esek a Sala játékosokat meg. Így van Herki most már talpon, és egyből meg is bosszulja. Slain esik, innentől kezdve nehézhetően a Volgár, de Sukar és Ruszki mit lőnek? Atyavilág Sukar, te jó ég, mit pakol? Ruszkinak valahogyan el kéne kapni ezt az utolsó játékos, közben triplát lő Sukar, és megvan! Csonki is!